keeping it real, you know what I'm saying? Hey. Üdvözlök mindenkit! Ismételten Kármánik Szimulátor, és amint látjátok, itt vagyunk újra a csotrogányokkal. Nézzük meg, hogy itt mi a hajzat. Azt mondja, alapesetben szét kellene szedni a verdát. Nem sok minden van rajta, ami egyben van. És ami a legfontosabb, hogy elsősorban ezzel kéne kezdeni. Hol van ez? Mondjuk mindegyiket meg kell csinálni, úgyhogy tök mindegy. Jó, szóval alvázilag most minden kocsi vadonat új lett. És ez látszik is rajta egyébként. Na, hogy hívják őt? Salemó. Salem. Bocsánat, én kérek elnézést. Fingom sincs, hogy mi hol van. Szóval ugye, igen, egyébként kiürítettem az inventorit, csúcs üres. Nézzük tuning alkatrészt, ez mindig fontos. Salem. És van hozzá, nem én lenne. Toljuk akkor ezt. És ezt. Remélem jóhoz veszem meg a cuccokat. Ú, micsoda komoly lökhárító. Szóval... Gyakorlatilag az a komoly lökhárító, nem tudom miben, ja, hogy színre fújt a lökhárító, értem. Jó, a környezetét azt majd megcsináljuk, mármint hogy körül a cuccokat. Ki lehet választani, hogy króm vagy színre fújt, hát szerintem a színre fújt az nem volt jó választás. És akkor ide jöhetünk szétcseszni a cuccokat. Ú, az aztán megjavult. Amúgy meg, ja. Ez most teljes mértékben jó javítás volt. Elfelejtettem a motorháztetőt fölrakni rá. Oldalsó sárvédő. Ilyen nem is létezett soha. Oldalsó ajtó sem létezett soha. Csomagtartó ajtó már nem jó volt javítható állapotú. Jó. Tehát akkor a csomagtartó ajtó kell, és ugyanúgy a karosszéria elemek boltja, ez nem tudom miért egy táska, mindegy. Salem. Szóval ugye azt hiszem a bal sárvédő kell. A bal ajtóval. És a hátsó ajtóval. És igazam van. Kell még rá valami? O betű. Emlékezik, a karosszériája az tökéletes. Igazán az egész autó mehet a kukában. Kukában pontosabban. És akkor ezt most szépen bemúvoljuk a föstőkamrába. Eközben szépen ezt leszedjük, mert hát ez mi a francnak ide. Az a szomorú hírem, hogy a kedves szomszédom most gondolta úgy, hogy ő most üvölteti a zenét. Ezzel nem majd mindjárt tenni fogok. Átmegyek be az meg kisbaltával és szétkúrom a fejét. O betű azt mondja... what? Ez is Salem, ez a másik. Jaj, de jó. Szerintem lehet, hogy most fogok indulni. És szétbaszom az ajtaját. Hülye gyerek. Ez nem tudom melyik. Hú, de vagány a lökhárító, csak melyik ez a Salem Verda? Ez melyik Verda? O betű. Ez a Salem Spektak... Fuck you. Na, tudok olvasni mi. Aha, ez a motorház teteje. Jó, vegyünk egy ilyet. Vegyünk egy ilyet, ilyennel, és első hátsó, de Salemből van több fajta Verda. Van valami tuningolt cucc. És ez érdekes. Még nem láttam.
Nem tudom, hogy ez most új dolog-e. Jó, tuning cuccokat rakjuk már előbb. És ugye színre fúj cucc. Egyébként ebben a szürkében egész jól néz ki a Verda. Szürke kocsit még nem csináltam, úgyhogy majd ez lesz az első. Hát nem tudom, nem vagyok oda ezért a hátsó lámpáért. Jó, és akkor most rárepülünk a javítópadra. Amit lehet megcsinálok, mert az plusz pénzt hoz a konyhára. És az nekem jó. Az nem baj, hogy eltört, mert úgyse volt rá szükség. A lényegi dolgok legyenek meg. Azok megvannak most. Nem érhető el ilyen alkatrész, ez meg pont eltűnik még mielőtt elérhetném. Sok tartó, tető, ajtó, fató. Jó, és akkor ide kell nekem egyetlen egy jobb oldali sárvédő cucc. Amit nem az inventoryból kéne elővenni, hanem a karosszéria boltban, ugyanitt a Salem cuccok között. Inventory, hó, még van rá spoileres cucc, geca, beszarok. Ezt megnézem, ez melyik a kocsi? Olyan nincs, hogy ilyen van. Megnézem, már van-e nekem valami bejövő melóm, ami pont ilyen? Ez nem az, nem az. Nem, de egyébként ezeket nem javítom, de mindegy. Kész van egyébként a Verda, csak úgy mellékesen elmondanám. Na nézzük ezt a kis szart. Tegyünk rá valami vagány színt. Nem kell túltolni. Csak valami kis zöldes cuccot. Nézzük meg ezt, ez mennyire bedesz. Fullos. Vissza a műhelybe. Annyi, hogy ilyenkor utálom, hogy középre rakja, na mindegy. Szóval ilyen, ennyire sötét lesz, és szerintem jól is néz ki. Bemozgatjuk őt, kérlek szépen a bal emelőre. És keresünk neki mindjárt valami felnit. Itt viszont bemozgatjuk a föstőkamrába. Na, ő szürke színű, viszont én arra gondoltam, hogy a telítettségét tényleg kivisszük szürkébe. Ilyenkor ugye tök mindegy, mi az árnyalat, mert a szürke az szürke. Ez a fehér. Valami egész jó kis szürkét. Nézzük meg ilyen szürkébe milyen. Nagyon világos szürke még. Ami sötéted, nem akkor nem feketét akarok, szürkét akarok. Vagy lehet, hogy a telítettséget kéknél kellene egy picit megdobni. Így a kék felé. Hol van? Itt van valahol a kék. Így van, erre gondoltam én is. Tudom, hogy geci drága egy ilyen fényezés, de kibírjuk. Legyen ez, de sötétebb. Elég sötétet választunk, akkor az kurva jól fog kinézni, és azt fogom majd rárakni. Nem tudom, ez annyira nem tetszik. Inkább lejjebb veszem a telítettséget. Megnézem még egyszer abba. Már az egész pénzemet ráköltöttem. Mi lenne, egy ilyen világos szürke lenne? Nagyon basznám magamat néha. Hát, figyeljetek gyerekek, ez lesz az cső. Úgyse csináltam még soha szürke kocsit. Mármint a olyat, amit én festettem szürkére. Jó ez. Ugye most nem lehet minden baba rózsaszín, mert be is baszna. Jó, ennek egy erős felni kéne, ennek meg valami kis lightos trotrogány szar. Szóval, elsőképpen tuning bolt, felnik. Felni választékunkból
erre vagy erre vagy erre gondoltam. És én ebből veszek rá 4 darabot. A lightos fos az ugye nem tuning felnére gondoltam, hanem a normál standard felnikből valami ilyet, vagy esetleg ezt. Nem tudom, látjátok-e azt, hogy mit mutogatok, de lehet, hogy nem. Vagy esetleg ilyet, ez nagyon standard, ilyen opelos. Opelos felnit, azt szerintem felejtsük el. Itt a lentiek annyira nem jönnek be. Opelos felnit felejtsük, ez is kurva jól nézhet ki rajta. Én ezt mondanám, én egy ilyet raknék rá. Tegyünk rá, ebből veszünk 4 darabot. És rárakjuk a verdára, mert ugye én mindig így szoktam, hogy előbb szétszedem, és utána rakom össze az autókat. És csinálunk rá felniket, mármint gumit is megcsináljuk. Opciális alkatrészként ezt raknám föl, ha nem gond. Ilyen full standard kis kerék. Minden teljesen jól fog menni a kocsihoz. Ami most van rajta, az biztos, hogy sokkal jobb lesz ennél, mint ez, mert ez egy fos. Megpróbálom megjavítani, és el is adom a picsába, nem kell senkinek ilyen szarkerék. Ezzel olyan egész korrekt kocsi kinézete lett a járműnek. Mégis sötétebb felének lehet, hogy jobban örülne a Verda, de azt majd a másik Verda kapja meg, nem ez, mondom. Ezt kérjük szépen. És akkor majd most szedhetem szét. Jó, hát ez fantasztikus. És most rá is szerelem. Jó, ez teljesen korrekt kocsi kinézete lett. Még a végén lesz belőle valami. Na itt leveszük ezeket a kerekeket. Ezt lehet, hogy megtartom, mert még vannak kocsik azt hiszem a garázsba. Úgy ne lennének, mindig vannak kocsik a garázsba. Hát azért garázs, mert hogy ott vannak a kocsik. Ja, meg majd még kereket is kéne cserélni, már én kérek elnézést. Mármint, hogy a gumit. Az fontos. Anélkül nem megyünk tovább. Ilyen vagány kerék már, bazd meg. Ez egy kicsit bedelsz lesz a Verda. Kár, hogy színre fújtak a lökhárítók. Mindegy. És az a baj, hogy már eladtam az elemeket szerintem. Lehet, hogy vissza kéne cserélni. Nem túlzottan voltak kreatívak ilyen téren, hogy ugye gyakorlatilag ide csináljanak normális tuning elemeket. Meg most már a zenék is kezdenek uncsik lenni. Pedig jó zenék, nincs ezzel baj. Elég vagány. És akkor most van a 11, F11, F12-vel, bocsi. Rendben. Na így van, én erre ezt szerettem volna rakni. Akárki akármit mond, szerintem kibaszott jó. Itt meg ez mi van? Itt mi van? Itt F11. Hát itt nem lehet túlzott a motort cserélni. Milyen legyen a kereke? Hát legyen mondjuk ez a Sport Tire, vagy nem tudom. Ez a tipikus, nincs pénzem kocsira, de azért széttuningolom, hogyha lehet, mert hogy vagánynak látszak, nincsen garázsban semmi egyébként, vagánynak látszódjak, kategória lett egy picit a kerék és a gumi, de mindegy, ez meg elég old school ezzel a nagy fehér cuccal, meg hogy szürke a kerék belül, meg hogy elég jó. Éppenséggel most már csak az a probléma, itt egyébként van swap tire, vagy swap. Így van. Figyeljetek gyerekek, én nincs kedvem javítgatni akkor. Cseréljük ki erre, rendben. Na anyád. Ezért kellett ide. Ez a cucc. Jó, szóval essünk neki akkor ennek a kocsinak, aztán szedjük ki amit ki kell még cserélni. Aksi. Ugye 3-assal meg lehet vizsgálni.
Nem, nem kell megvizsgálni, szedjet ki, felszarni bele. Jó, igazán most nincs is itt más, mert a motorral gyakorlatilag kicserélődött egy csomó minden. A váltótól kezdve minden. Így megjavítottuk a motort. Jó, és akkor gyakorlatilag most jön a vicc. Ezért raktad fel a kerekeket? Igen. Ezért raktam fel a kerekeket. Most lebontom akkor a felfüggesztést. Gyakorlatilag a motor az kész van, talán olajat kell beleönteni, ami nincs esetleg benne. Ezt a nívópálcán mindig meg tudjuk nézni, úgyhogy nem kell neki esni, mint a hülye gyerek, hogy jaj, majd én akkor most kiviszem a garázsból. Nem kell kivinni a garázsból, meg kell nézni előbb a nívópálcát. Ahogyha meg ki kell vinni a garázsból, akkor meg az meg egy fél órás töltési idő. Aztán nézel, mint Rozi a moziba, hogy hol a gurvanyámba vagy. Mert fél órát tölt az a szar. De nincs ilyen problémánk. Van annyi eszünk, hogy nem rángatjuk bele magunkat a hülyeségbe. Úgyhogy nem esünk neki, mint hülye gyerek a sajtos pultnak, úgyhogy kicseréljük a kipufogóját performance-re, úgyhogy majd még ezt itt a leömlőt le kell leszedni majd bentről. Csak azért, mert úgyis eladtam minden cuccot, úgy se lehet megjavítani. Úgyhogy úgyis kit érdekel. Először kupak, rugó. Ez nem kupa, akkor toronyszilent, tudom. Miért nem mondod úgy? Mit miért? Csak már így van kedvem, kész. Nézd már, itt van egy gumipersely. Szia gumipersely. Jössz velem? Velem jössz, köcsög. Ennyi gumipersely volt, nincs. Jó, gyakorlatilag volt egy kocsink. Eleje. Le is szedtük egyébként teljes mértékben az első futóművet. Tényleg csak a motorral, mivel hogy nem kell bajlódni így, így némileg gyorsabban tudunk majd haladni a felé, hogy végezzünk a Verdával. Nem lesz kész ebbe a videóban, ezt már most mondom. Nem azért, hogy negatív legyek, meg ilyesmi, csak úgy tudatosítom a dolgot, mert túl sok dolog van még, amit meg kell ezt majd itt csinálni rajta. Gyakorlatilag még nem is kezdtem el megjavítani az elemeket. Szét kell szedni, meg kiszedni az összes cuccot. Sok idő ez. De úgy láttam, hogy a szép komótosan toljuk a dolgokat, akkor itt nem lesz baj. Úgyhogy most leszedjük szépen a rugót. Hát egyébként szeretem ezt a játékot, de lassan véget fog érni, mert tudom, hogy mindenki szereti, és ezt nem vonom kétségbe, de most már sok volt belőle, lesz helyette más, lesz helyette jobb. Vagy hát, ha nem is jobb, de olyan, amit biztos, hogy szeretni fognak egy csomóan. Biztos, hogy lesz majd nem sokára új része, mert idővel majd lesz. De ezt én nem tudom biztosra állítani. Úgyhogy majd kiderül. Másik kocsit meg ugye nem tudunk benne motort cserélni, így az egészet nekünk kell megcsinálni. Na, azt hittem már ki is lépek. Bazd meg! Azt úgy megcsináltam rendesen. Alig kezdtem el megjavítani, hogy ez dur. Most, pontosan erről beszélek. Komolyan mondom. Ahogy beszélek, úgy mennek tönkre a cuccok.
Fantasztikus. Hát megnézzük, mik vannak. Egész jó dolgok javultak meg. Ilyenből látom, hogy nincs minden meg. Ó, ez megvan. Ó, hát ezek is megvannak. Mi a fene? Az a kis fake gubacs az nem lesz meg, mi? Egy megvan, úgyhogy nem kell izgulni. Hello, bello, azt hitted mi? Valószínű, menjél csak vissza haza a roncstelepre. Jó, és azt mondja, jöjjünk át eme oldalra. Eme oldalt is megvan ez, eme oldalt is megvan ez. Mindent mást pedig vásárolni kell. Szóval mondom a vásárló listát. Alcatraz bolt, futómű, kell nekünk laprugó fölfogató 2 darab. Ez. Kell ez fék munkahenger. 2 fék pofa, 1 fék munkahenger. És 2 ilyen dob. Aha, jó. Másik oldalt, van benne ilyen fém cucc. Akkor elbasztam, én kérek elnézést. Na mindegy. Majd legközelebb. Úgyis mindjárt eladom mindent az inventoryból, úgyhogy tök mindegy. És a lengész csillapító B. Ezt a futóműnél. Kérünk lengész csillapító, hátsó lengész csillapító B-t. Továbbá kell nekünk gumipersely, de a nagy darab. 4 darab. De mi a fasz? Kicsi kell, nem már bazd meg. Jó, nem baj, előre megvettem a 4-et, csak ezt ne felejtsem el. Ennyi az odafigyelésemről. Nem baj. Dolgok nem állnak, meg mennek tovább. Na, még ma becsavarozott, baszki. Ez fantasztikus. Igen. Látom, hogy nem oda kell rakni, csak nem akarod kijelölni, te hülye játék. Na, de. Ide meg közben rakhatjuk be ezt. Nézzük már meg, üzemanyag tartály, azt ugye nem lehet javítani gyakorlatilag. Így van. Viszont, ha már itt vagyok hátul, akkor berakom. Az üzemanyag tartályt, azt mondja... Az üzemanyag tartály, merre vagy? Az üzemanyag tartály. És arra lennék kíváncsi, hogy az üzemanyag pumpát sikerült-e megjavítani. Sikerült, akkor nem veszünk performance-et, megszívtam. Kész, ennyi. Kardán tengelyből nincs egy darabunk se. Úgyhogy futjómű helyett váltó, mert a kardán tengely váltónál van. És felszereljük a kardán tengelyt még. És ezen ezt én köszönöm szépen a figyelmet. A következő videóban ugyaninnen fogom folytatni. És... megjavítjuk ezt a kis autócskát. Kipufogó rendszert fogok fölépíteni a következőben, és befejezem az elejét is. Hátsó futómű vissza van építve. Köszönöm szépen a figyelmet, és szevasztok!